Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a Pécsi Diagnosztikai Központ. 1994-ben az akkori Pécsi Orvostudományi Egyetem alapítványai és magánszemélyek fogtak össze azért, hogy egy európai színvonalú központot hozzanak létre. Nem volt Pécset, mert a Rét utcában gyakorlatilag nem volt semmi képalkotó vizsgálat. Mindenki tudta, hogy anélkül nem lehet idegsebészetet csinálni. Tehát egy óriási nyomást éreztem magamon is, meg a munkatársaimon is, hogy valamit kell tenni. A sarokpont az volt, hogy egy konzervatív egyetem képes volt egy eretnek unortodox útra lépni, hogy bevállalt egy olyan KFC-ben való részvételt az alapítványai révén, Magyarországon egy addig nem lévő tulajdonképpen spin-off KFT, ami tulajdonképpen az egyetemi tudást piacosítja is, és maga számára hasznosítja. Az egészségügy átalakításában vagyunk, és szeretnénk továbbra is megfelelni azoknak a céloknak, hogy minőségi betegellátás legyen, a munkatársak részt vegyenek kutatásfejlesztésbe, és hát persze az oktatásban is nagyon benne akarunk lenni, a minőségi oktatásban.